Saját ruhájában, saját szobájában. Nem kell félni senkitől. De jobb, sokkal jobb. Táncol? Magát Félixnek hívják. Magát pedig Módnak. Félix szerencsét jelent. Mód pedig magát jelenti. És valóban olyan szerencsés? Különben nem kerültem volna be a szobájába. Vajon hogyan lehet életre kelteni Rejtő Jenő figuráit? Mai műsorunkban ezt is megtudhatják. Vendégünk Szente Vajk rendező. Jó estét kívánok! Ha szombat, akkor széles vásznú történelem. Ma esti filmünk Palásti György a Mesztelen diplomata című 1963-as filmje, ami Rejtő Jenő a Vesztek Zára Grand Hotelben című regénynek az adaptációja. És itt ül már velem szemben Szente Vajk rendező, akit egy kicsit Rejtő Jenő szakértőnek is mondhatok talán, gyerekkorából fakad ez az ismerettsége és szeretete Rejtő Jenő iránt, de még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nézzünk meg egy bejátszót a filmből. Az Isten szerelmére, mi történt? Mindenki őrizze meg a nyugalmát, a rendőrség fenntartja a rendet! $1! Ön lőtt? Nem tudok én már. Csak pszichológiai fegyver. Ez a jelenet a 60-as, 70-es években egy ikonikus jelenet volt, meg ez a mondat, ami elhangzik a jelenetben. Túlzás volt azt mondani, hogy Rejtő Jenő szakértő vagy egy kicsit, Vajk? Én boldogan fogadom ezt, én is üdvözlöm a nézőket, nagyon jól esik sok minden mellett ez, hogy Rejtő Jenő szakértőnek számíthatok. Sokszor volt alkalmam már Rejtő Jenőről beszélni, de erről a filmről még sosem beszéltem, úgyhogy ezért is örülök, hogy itt vagyok. Picit menjünk vissza az időben, engem nagyon érdekelne, hogy egy 10 éves kisfiút mi az, ami leköti Rejtő Jenőben. Édesapád mesélt, hogyha jól tudom. Igen, az a furcsaság, hogy én még 10 éves sem voltam, amikor Rejtő Jenővel találkoztam. Szinte az olvasás megtanulásával egy időben jött ez, mégpedig úgy, hogy édesapám esti meseként olvasta föl nekünk a Három testőr Afrikában című regényét Rejtő Jenőnek, ami nem volt egy sikeres esti mese, mert mindig fönn akartunk maradni, és várni a következő viccet, vagy a következő mondatot, vagy fejezetet, de mégis ez volt az én első találkozásom Rejtő Jenővel. Ezek a légiós regények, és aztán egy kicsit följebb kell nőni, meg kell érni, hogy ezeket a polgári butazós regényeit is elolvashassa az ember úgy, hogy érti is. Szerinted Rejtő Jenő mitől jó? Mi az ő titka? Mi az, amivel Rejtő Jenő regények ennyire magával ragadóak, hogyha használhatom ezt a szót az ő esetében? 3 dolgot mondanék. Az egyik a karakterírása. Nagyon jól ír karaktert. Hogyha megnézed a regényeit, szinte az összes regényében nagyon sok szereplő van. És furcsa módon ezek a szereplők egyáltalán nem hasonlítanak egymásra. Tehát nem köszön vissza egy hasonló alak, mint ami volt a másik regényében, és nagyon különböző karaktereket tud írni, és ezeket nagyon élesen tudja megírni, nagyon, nagyon pontosan, aprólékosan tudja megírni, és rengeteg karakter tud írni, és mindegyiknek van valami saját külön élete. Úgy tudnám elmondani, hogy bármelyik szereplőt kiszeded innen, Van Goldot, kiszeded bármelyik szereplőt, akár a Vesztegzárból is, egy saját regényt tudnál neki írni az életéről. Nagyon jól életre tudja kelteni a figurákat. Ez az egyik. A másik, ami mindannyian tudunk róla, hogy nagyszerűen írja a viccet. Rejtő Jenőnél talán a legmegfigyelhetőbb, amit én mindig a viccről mondok, hogyha vagy írok, vagy színpadra fölteszek viccet, hogy a vicc nem más, mint 2 vonat találkozása maximális sebességgel egymással szemben. Azt mondja Rejtő Jenő, az élet, mint egy nyári ruha mellénye, rövid és céltalan. És elindít egy mondatot, és szembe elindít vele egy másikat, és azok összeütköznek. Ezt ő nagyon pontosan tudja, nagyon pontosan. És a harmadik, az pedig az, hogy egy hihetetlen pimasz történetmesélő. Hogy nagyon jól ír történetet, és nagyon izgalmasan ír történetet. Ponyvaként ismertük meg, vagy szoktuk ezt a szót használni, sőt, az ő korában is használták ezt a szót rá. Én messze menőkig nem ezt gondolom. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon minőségi irodalom. Ahogy így beszélsz Rejtő Jenőről, nekem egyébként az jutott az eszembe, hogy
Az ennyire különböző és ennyire pontos karakter leírás ugye egy regényben, az már-már szinte filmszerű tud válni az ember fantáziájában. Volt ilyen élményed vele kapcsolatban, hogy alapvetően filmként jelent meg egy regény, mondjuk már amikor idősebb voltál esetleg így a fantáziádban, ahogy elképzelted, hogy ott mi történik? Szerintem egy jó regény az mindig egy film belül, és azért nem vagyunk elégedettek általában a filmadaptációkkal, hogyha olvastuk a regényt, mert sokkal jobbra képzeljük, mert mi tökéletesre képzeljük a figurákat, ehhez képest pedig egy színész játsz, aki nem pont úgy néz ki, mint ahogy elképzeltük, és az a rész kimarad belőle, és így tovább, és így tovább. De a rejtő regények azok nagyon filmszerűek. Én szerintem Hollywood a mennybe tudna menni, hogyha felfedezné a rejtő életművet. A 14 karátos autó egy igazi mai hollywoodi mozifilmnek a történet vázlata. Ebből szenzációs filmet lehetne csinálni például. De ugyanilyen a szőke ciklon is. Nagyon bízom benne, hogy mi majd fogunk tudni filmeket csinálni, mert szerintem nem kell tőle félni. Félünk attól, hogy ezek a csodálatos rejtői narrációk, amiket mindig elmondunk, hogy ő milyen jól írja a narrációkat, és hogyha ezt kiveszik egy-egy adaptációban, akkor hirtelen nem lesz jó tőle, de szerintem jó tud lenni, csak van egy titka annak, hogy hogyan kell rejtőt filmre vagy színházra vinni. Jó, hogy ezt szóba hoztad egyébként, ugye egy Rejtő Jenő színházi adaptációja, vagy egy filmes adaptációja. Mitől nehezebb egyébként filmre vinni Rejtő Jenőt, mint színházban megrendezni, mert ugye majd mindjárt beszélünk arról, hogy neked van színpadi adaptációd Rejtő történetből. A választ csak félig tudom, mert színházat csináltam már Rejtő Jenőből, de filmet még nem, de igyekszem majd pótolni ezen hiányosságomat. Talán egy picit több költészet fér a színházban, mint a filmben. A film sokkal inkább realizmus. Azt a filmet szeretjük, ami realizmus. És ebben én például, most beszélek egy másik rejtő adaptációmra, én a Szőke ciklont rendeztem először Rejtő Jenőtől, és oda például ezeket a bizonyos narrációkat be tudtam tenni, csináltam egy olyan kerettörténetet, hogy Rejtő Jenő maga egy gépíró nőnek, mint hogy ez az életében volt, tolba mondja, vagy gépre mondja a következő regényét, és úgy elevenednek meg a szereplők. Tudtam egy ilyen szituációt használni. A filmváltozat ez egy picit más, annak sokkal egyenesebb ívűnek kell lenni. Hozzá kell tennem, hogy szerintem sokkal kevesebb filmváltozat készült eddig Rejtő Jenő életművőből, mint kellett volna. A Rejtő Jenő iránti szeretetedből született meg a Szőke ciklon? Igen, határozottan igen. Van egy-két olyan előadásom, annak a szövegkönyvét én magam írtam a regényből. És van néhány olyan előadásom, amit nyilván magunkból vagyunk, ahogy Molnár Ferenc is mondja, a saját fegyverünkkel tudunk harcolni az életben, és abból tudunk színházat csinálni, ami ránk rakódott, ami belőlünk van, és nekem ez nagyon a sajátom volt, és nagyon lehetetlen vállalkozás volt, ráadásul én azt a játékszínben rendeztem, 5 színész játsza mindösszesen, plusz a zeneszerző, aki zongorázik közben, tehát 6-an vannak a színpadon, egy olyan regényben, aminek körülbelül 45 megszólaló szereplője van. És ezt egy nagyon komoly és jó kihívásnak véltem, nagyon szuper előadás született, büszkeségem, hogy azt hiszem 8 éve műsorom van, és túl van a 150. előadásán is, és még mindig teltházakkal megy. Benne van a tiszteletem Rejtő Jenő felé, és az a mondat, ami egy fél mondatot az ezt követő filmről mondhatok, azt hiszem a Mesztelen diplomatában nincs benne, hogy azt kell gondolni az alkotás közben, hogy a Rejtő Jenőnek igaza van. És nem szabad okosabbnak lenni nála. Nem kell átírni a forgatókönyvet, nem kell átírni a történetet, nem kell megváltoztatni a szereplőknek a jellemrajzát, azt kell csinálni, amit ő mond. És az egyik út a sikerhez, ez biztos. Színházi rendezőként te inkább musicalben utazol. Sokkal valahogy én, amikor találkoztam a darabjaiddal, inkább mindig a zenés felé hajlottál. Lehetséges, hogy a Rejtő Jenőféle inspiráció, mondd, ha rossz a párhuzam, hogy a Rejtő Jenőféle inspiráció, ami kifejezetten szerintem egy szórakoztató irodalom valahol, hogyha használhatom ezt a szót, lehetséges, hogy az téged már ott elindította felé, az út felé, hogy inkább a musicalhez nyúlsz, mert egy musical sokkal inkább tud szórakoztató lenni, én azt gondolom, és sokkal szélesebb közönség tudja alkalmasint megszeretni, mint egy prózai előadást. A prózai előadások szerintem az egy picit specifikusabb ilyen értelemben a színházi műfajok között. Az igaz, hogy a rejtő történeteknek jól áll a zene. És miért áll jól a zene egyébként? Azért, mert van benne valami apró elmozdulása a valóságtól. A rejtő történetekben mindig van rengeteg olyan karakter, aki igazából lehetetlen, hogy ez pont olyan legyen. Olyan furcsa figurák vannak benne, és
ugyanez a történetvezetésben is, hogy olyan dolgok történnek, amik amúgy nem történhetnének. És ezeknek az a pici elmozdulása a realizmustól jót tesz az, ami a musicalben is van, hogy végül is a musicalben van egy pici elmozdulása a realizmustól, hiszen egy ponton túl elkezdünk énekelni. Itt ülünk a Hír TV stúdióban, de nem kezdünk el énekelni, mint egyébként nyugodtan megtehetnéd, de nem kezdünk el, mert az nem a valóság. És így aztán a Rejtőnek ez jót tesz, valamint nagyon sűrű cselekménye van, nagyon szertágazó cselekményrendszere van a Rejtőjenő regényeknek, és annak is jót tesz a zenész színház, mert sokat tud sűríteni egy-egy dalban. Nézzük meg Vándor Éva Szerenyei Béla főszereplésével egy bejátszót, ez egy 2018-as József Attila színházas részlet, és aztán majd tovább beszélgetünk. Én Zárdába vonulok, és én leszek az első olasz a Mennyországban. Signora Nelly, most, hogy minden gyanú fölött állok, tudja, mit mondok én magának? Bárcsak ez a veszteg zár örökké tartan. Zenét, barátaim! A felügyelő közölte, hogy ártatlan vagyok. Miután beleszagolt a csizmámba. Hallatlan módszerek. Eder megsúgta, csak cselből tartóztatta le Don Umbertot. Az igazi bűnös az, akinél a panánoxidos füzet van. Ha! Nem csak a József Attila színházban, hanem Békés Csabán is volt ugye ez a rendezés, de egy az egyben más színészekkel. Mi volt a különbség a két előadás között? Azzal kezdődött, hogy Fekete Péter, aki akkor a Békés Csabai Színház igazgatója volt, éveken át hívott, hogy készítsek előadást otthon, mert én Békés Csabai vagyok, és soha nem rendeztem otthon a Békés Csabai Színházban. És kerestük a darabot, és aztán egyszer csak ráleltem erre a darabra, és azért döntöttünk emellett, mert rengeteg szereplője van, mint ahogy a Rejtőregényeknek is rengeteg szereplője van, és így aztán a társulat szinte teljes egészével tudtam találkozni ez alatt az időszak alatt. Jó előadás lett, és az egyik nobilis vendége az előadásnak nem csak Károly, aki a József Attila Színház igazgatója, aki aztán azzal keresett meg, hogy ő ezt így, hogy van, szeretné látni az ő színészeivel Pesten, mert azt érzi, hogy ennek nagyon nagy sikere lenne, és egyébként igaza lett, és azóta megy. Exkluzív közbeszólok, de a Bárbaja szállodában a legszigorúbb tiltás alá esik. És még ezt nevezik Luxor szállodának, kövessenek a padba! Úgy van! Helyes! Egy utolsó kérdésem lenne, hiszen Varró Dániel írta a szöveget, és Hanvai Kornél volt a dramaturg. Varró Dániel szövegírása, amivel én is találkoztam, mert még plusz basszem, hogy ad egy pikantériát. Így lett teljes? Igen, én nagyon élveztem a munkát. Annyit talán helyesbítenék, hogy valójában Hanvai Kornél nem dramaturg volt ebben, hanem a szövegkönyv írója. El kellett rugaszkodni, vagy ők úgy döntöttek, hogy elrugaszkodnak a regénytől bizonyos pontokon, és ez Hanvai Kornélnak az érdeme. Varró Dániel valóban a szövegeket írta. Látszik, hogy mind a ketten szeretik Rejtő Jenőt. És az bizonyos, hogy nem lehet Rejtő Jenőt anélkül adaptálni, hogy ne lennénk a regényeibe halálosan szerelmesek. Volt egy fél mondatod vajok, hogy még Rejtő Jenőt nem adaptált az filmre, de hogy azért én azt gondolom, hogy amíg világ a világ, és amíg Szente Vajk rendez, ennek meg kell történnie. Ez biztos, hogy így lesz, és elárulod, hogy melyik regény egyébként, mi van a fejedben? Igen, a filmkészítést már elkezdtem, szóval már nyomon vagyok, hogy Rejtő Jenőből filmet lehessen csinálni. Én azt hiszem, hogy a Szőke Ciklonnal kezdenék, és utána mennék át a 14 karátos autóra. Ez az első kettő. Majd meglátjuk. Legyen ez a sorrend, és maradjanak meg a címek, mert ha jól tudom, te ragaszkodsz a Rejtő Jenő címekhez, nem szoktad megváltoztatni. Nem szoktam megváltoztatni a Western diplomatát, azért kellett megváltoztatni, mert ez azért fontos elmondani, hogy a következő film, amit látni fognak a nézők, ez a Vesztegzár a Grand Hotelben című regény alapján készült egy nagyon szabad asszociációban. Hogyha ezután valaki úgy érzi, hogy úgy lenne kedve Rejtő Jenőhöz, nyugodtan el lehet olvasni a Vesztegzár regényt, mert nagyon másmilyen, mint ez a film, amit most fogunk látni. Vajek, én azt kívánom, hogy ez jöjjön létre, ez a Rejtő Jenő sorozat filmeken, nagyon várjuk a Vásznon is Rejtő Jenő adaptációkat. Tehát, ahogy hallották, jöjjön a Mesztelen diplomata, 1963-as Palásti György film. Köszönöm, hogy velünk tartottak, nézzék végig a filmet, és jövő héten is várjuk vissza önöket.